Az almás néni kedvence! Így kínálgatták a portékájukat a kereskedők vasárnap kora reggeltől a kiskunhalasi vásárban. A tapasztalatok szerint a trükkös tolvajok előszeretettel jönnek ki ide hónapról hónapra, hiszen arra számítanak, hogy a nagy tömegben könnyen sikerrel járhatnak. Az ilyen lopásokat szeretné megelőzni a rendőrség, ennek érdekében figyelemfelkeltő szórólapokat osztogattak a vásárba érkezőknek. Sajnos a múlt hónapban és előtte is több embert megloptak, zseblopás áldozatává váltak. Ezért az a legfontosabb, hogy arra kérjük az állampolgárokat, hogy ha nagy mennyiségű készpénzt hoznak magukkal, ne egy helyre tegyék. Nagyon kérjük őket, hogy a pénztárcába ne tegyék be az irataikat, az okmányaikat, hiszen ezeknek a pótlása nagyon hosszadalmas. Kérjük őket, hogy vigyázzanak a hölgyek a kézitáskájukra, férfiak a pénztárcájukra, ne hagyják hátul farzsebben, húzzák be a cipzárt a táskán, lehetőség szerint úgy fizessenek, hogy a többiek ne lássák azt, hogy a pénztárcájukban mekkora készpénzt tárolnak még, és figyeljenek egymásra, amennyiben pedig szabálysértést, illetve bűncselekményt észlelnek, értesítsék a rendőrséget, a 107-es, 112-es számon lehet hívni bennünket, és nagyon sokan vagyunk itt kint a mai napon annak érdekében, hogy kevesebb legyen az áldozat. Az általunk megkérdezett halasiak azt mondják, nagyon vigyáznak értékeikre, hiszen a zsebtolvajok minden adandó alkalmat kihasználnak. Kivették a zsebi a bukszámat. Beletettem, így tömegbe voltam, beletettem, már is ütték. Hogyan vigyáz az értékeire, hogyan tudja megóvni az értékeit? Így, hogy így fogom. Ennyi. Az árusoknak komoly fejtörést okoz, hogy megpróbálják lefülelni a trükkös tolvajokat. Nagyon lopnak, amit tényleg meg nagyon kell figyelni, minden persze, meg mindent, amit egyszer csak megfognak, már viszik egyből a hely. Egyből már viszik. Vannak olyan trükkös módszerek, amit itt alkalmaznak, és amit már ismernek önök? Vannak. Ismerjük őket, de vannak, amiket így minden percben lopnak. Amit nem is kell, nagyon sok perc, és már is elviszik. Jó! Nem csak a vásár területén, hanem a parkolókban is érdemes nagyon odafigyelni. Nem mindegy például, hogy hol és hogyan állunk meg, valamint hogy mit hagyunk az autóban, amíg odabent vásárolunk. Jó lenne, hogyha óvatosan közlekednénk elsősorban, valamint ezt a szabálytalan jellegű megállást, ezt mellőzni kellene. Leginkább az a probléma vele, hogy mivel nincsenek kijelölt parkolóhelyek, így is meg lehetne állni. A legnagyobb probléma az, hogy a szélső sorokban lévő járművek nem tudnak kiállni, vagy csak nagyon komoly nehézségek árán. Jó lenne, hogyha esetleg hagytak bármiféle értéket az autóban, azokat elrejtenék, eldugnák, ne legyen látható helyen. Hogyha valaki benéz esetleg a jármű szélvédőin keresztül, akkor azt ne lássa, hogy ott van a járműben. Úgy tűnik, hogy valóban szükség van a figyelemfelkeltésre itt a kiskunhalasi vásárban, hiszen amint az látható, ebben az autóban is a tulajdonos benne hagyta a táskáját értékeivel.